Szép jó estét kívánok, köszöntöm az ünnepi beszélgetések nézőit. Ma esti vendégünk Horváth Miklós Csaba, a 13-as választókerület, tehát Öreghegy és Kisfalud önkormányzati képviselője. Tisztelettel köszöntöm. Nos, hát 1994-ig nem megyünk vissza, de azt hiszem, hogy az egy fontos pillanat volt, hiszen azóta tagja a város képviselőtestületének. Ez az egyik doajenje a képviselőinknek, és azt hiszem, hogy amikor felsorolom az egyéb, az önkormányzaton belül az egyéb tisztségeit, akkor azt is tudjuk, hogy a Kertészeti Egyetem egykori hallgatója mi mindent tett azóta a városért, hiszen most jelenleg ugye városfejlesztési és városüzemeltetési feladatköröket ellátó tanácsnok, tag, a gazdasági szakbizottság elnöke, humán közszolgálati szakbizottság és a stratégiai bizottság tagja. Remélem, nem hagytam ki semmit. Nem, tisztelettel köszöntök én is mindenkit. Hát valóban az elmúlt 20-valahány évben több funkciót kaptam ahhoz, hogy a város életét egyrészt figyelemmel kíséressem, és amennyiben tudok, akkor segítsem is. Képviselő sportos alkat, hiszen tudjuk, hogy Szombathelyen, Körmenden át, a Szavárián, az építőkben is játszott, tehát a kosárlabda az egyik nagy szerelme mindenképpen. Sőt, ugye azt kevesen tudják, keveset beszélünk róla, hogy Idestova 20 esztendeje volt, hogy ő volt az első ügyvezetője a Videoton klubnak is, 1998-ról beszélünk. No. Igen. És akkor foglalkozunk a mával. Öreghegy és Kisfalud, két tradicionális nagy hagyományokkal bíró településrész. Kezdjük talán Öreghegyel. Öreghegyen ugye Östör Anna Mária a másik képviselőnk, viszont ez a remek munkakapcsolat van önök között, hiszen ez most már Idestova, ez is több mint két ciklus óta dolgoznak együtt Öreghegyért. Kezdjük Öreghegyel. Öreghegy fontos, nagyon jól tudjuk, hogy az elmúlt időszakban, mármint a régi időket vesszük alapul, akkor fontos volt egyik oldalról a járda, az útszegélyek, az utak, a vízhálózat, és általában minden olyan közmű, ami ott hiányzott. Hol tartanak ennek tükrében az építkezésben? Ez így igaz, de elsősorban a legnagyobb gondot mindig a csapadékvízelvezetés jelentette a szennyvíz mellett. Tehát ugye a szennyvíz csatornázások azok befejeződtek 13 végén, Öreghegy egész területén, illetve a város egész területén, és a 12-es körzet, amelyik Öreghegy északi része, ahol a Marcsi a képviselőtársnőm, ott voltak először nagyobb problémák, és ott kezdődtek el a csatornázások, csapadékvízelvezeti, Mária völgyi részen, a 90-es, 80-es, 90-es években nagyon nagy problémák voltak. És a végére, vagy hogy úgy mondjam, maradt Öreghegyen ez a körzet, amelyik ugye a Budai út, Fiskál és Pozsonyi út által határa terület, és hozzátartozik még Kisfalud. És itt is tulajdonképpen addig, amíg a legnagyobb probléma az volt, hogy mindig a befogadókkal voltak a gondjaink, mind a szennyvíz csatornázásnál, mind a csapadékvízelvezetésnél, és rátérve arra, hogy itt útépítésekről kellene beszélni, azoknak a felújításáról, addig nem láttuk sok értelmét az útfelújításokkal kezdeni, amíg nincsenek meg ezek a közművesítések. Most hála Isten a közművesítések vége fele járunk, ráadásul ugye a Fiskális út, mint az egyik fő gyűjtő útja Öreghegy mindkét körzetének, az, hát aki ott lakik, az tudja, hogy folynak az építkezések, és jövőre fogjuk valamikor nyáron befejezni, ugye ez egy nagyon komoly beruházás, és azért van óriási jelentősége, mert ez a rész, ez befogadója mind a csapadékvíznek, mind a csatlakozó utaknak, és amíg ez meg nincs, addig ezeket a csatlakozó utakat, Beregszászi út, Nyitrai út,
nem tudjuk, vagy nincs értelme igazán megcsinálni, mert csak rázudítanánk itt hirtelen az összes csapadékvizet, és még nincs hova bevezetni. Na, ezek idén és a tavasszal elkészülnek, úgyhogy öreghegynek ezen a részén utána folytatódik ugye a Késmárki út maradék részének a befejezése, aztán a Beregszászi út, a Nyitrai út, amelyik ide csatlakoznak. És Öreghegy többi részén is ugye problémák vannak, vagy ennek a körzetnek a többi része, ez a Homonnai, Poprádi, Krasznai út, és tulajdonképpen Nagyszombati is, és ezeknek a csapadékvíz befogadója az a részben Budai út fele esik, tehát a Poprádinak, részben Nagyszombati útra, bár végül is a Nagyszombati árak rendszere is ugye kivezetődik a Budai útra, és ott a Mentavil mögötti Budakajtóra vívő csapadék elvezető csatornába a ködbe, illetve a Krasznai útnál itt szemben lenne a Palánkai út fele, a Köfén fele tudjuk majd elvezetni. Na most ezeknek a kiépítése is folyik, vagy bővítése, és utána tudunk valóban érdembe beszélni arról, hogy azokat az utakat, amik még hátra vannak, azokat be tudjuk fejezni. És ugye, ehhez ütemtervet kell. A Sára Gyula program ez alkalmas arra, hogy itt folyamatosan ennek tükrében minden sikeresen megvalósulhasson. Ugyanakkor fontos a járdák kiszélesítése, a buszöblök, de nyilván ez is megtörténik párhuzamosan. Mint ahogy nagyon fontos a városrészi központ. Azt hiszem, hogy annak a fejlesztése is megtörtént részben. Igen, kedves Sára, vagy visszatérve a Sára programra, valóban pont most volt egy megbeszélés a Városházán a polgármester vezetésével az öreghegyi utak helyzetéről, és ott készül a januári lakossági fórumig egy olyan mondjuk 5 évre szóló ütemterv, ahol azok az utcák, amelyek Öreghegyen még problémásak, azoknak az ütemezése az meg fog történni. Elsősorban ugye a tervezések, és utána a következő pár évben, hogy meg tudjuk oldani ezeket a gondokat is. És ami a lényeg az, hogy az utakon kívül, hát nem azt mondom, hogy hangulatjavító intézkedésként, de ez a városrészi központ, amit szeretnénk kialakítani, ott a fiskális Késmárki út sarkán, az orvosi rendelés, a gyógyszertár és a posta, ahol van. Ugye az úgynevezett Karlvilla, amelyikben a posta is van, és annak a környékére oda szeretnénk, ugye ott van már képviselő iroda, ott van kialakítás alatt a körzeti megbízotti rendőri irodai is, és ezeket szeretnénk jövőre, ami ezt a részt érinti, tehát a városközponti részt, ott ugye kisbolt is van, egyéb szolgáltató egységek is vannak, és valóban ez a körzetnek majdnem a központjában van. Igaz, hogy a nyugati részére esik, de ott adódott az a lehetőség, amikor már ott van ingatlana, ahol ezt meg tudjuk csinálni. Ugye tovább épül a Budai úti református templom egy közösségi házzal, az is egy nagyon fontos fejlesztési rész. A másik, amiről kérdezni szeretném, hogy ugye a alapító tagja a Nóéhegyi Szent István Borlovagrendnek, és ugye azt vettük észre, hogy a vezetőségváltással hozott egy új elvet, egy új gyakorlatot szeretne megvalósítani a nagymester, illetve a tanács, és egyre inkább bekapcsolódik a kulturális központba, tehát az Öreghegyi Közösségi Ház vérkeringésébe. És ez ön, mint alapító tag, ezt nyilván üdvözli, mert ez egy jó dolog. Persze, ugye a gond azzal volt eddig is, hogy ennek a borrendnek, amelyik ugye 2002-ben alakult, nincs egy állandó helye, ahol a rendezvényeit, meg a gyűléseit meg tudná tartani. A köszönet
az Öreghegyi pincében voltunk eddig a Bobori Zoliékkal, ami szentben van. Ott volt egy állandóan mondható helyünk, de az új vezetőség az valóban szeretné, hogyha egy önálló helyünk is lenne. Azért vagyok olyan bizonytalan, mert végső soron mi ezt majd a Krasznaiuti pincerendszerben felújítása után oda képzeljük el. Pillanatnyilag az úgynevezett Fantában, tehát az Öreghegyi Műfházban kaptunk helyet, és ott tartjuk a rendezvényeinket, de hát mint minden egyesület, minden klub szeretne egy valóban tartós végső megoldást, és ehhez az új vezetőség ugye nagyon aktívan dolgozik. Mi megpróbálunk segíteni természetesen Anna Máriával együtt, mert azért két körzet, de azért mégiscsak egy Öreghegy van. Nyilvánvaló, ahogy az öreghegyi mulatságok, tehát az öreghegyi kultúra legfontosabb eseménye, mondom én, bár az öreghegyi közösségi ház remekül prosperál esztendők óta, köszönhetően Kis Dorottyának és munkatársainak. Én azt hiszem, hogy az nagyon fontos, hogy Öreghegy kulturális közösséget alkot a két városrész, hiszen azt látjuk, hogy nagyon sokan járnak oda. Igen, igen. Hát azért van előnye annak, hogy mondjuk több tapasztalatot szereztünk már a ciklusok alatt Anna Máriával együtt, tehát tudjuk, hogy milyen programokat érdemes továbbfejleszteni. Azon kívül hát valóban nagyon jó az együttműködés az Öreghegyi Művelődési Házzal, nekem különösen a Kisfaludi Közösségi Házzal, és ott általában 90%-ban olyan programok vannak, amit az ott lakók és az ottani műfházban résztvevő klubok tagjai javasolnak, és ez nagyon jól működik. A két városrész között, amit képvisel, ott van a Millenniumi Emlékmű, az, ami nagyon-nagyon fontos. Sikerül-e megvalósítani azt a tervet, ami már számtalanszor felvetődött, hogy ez egy valódi központja lehessen, egy olyan találkozóhely, ahol lehet emlékezni, lehet és a kirándulókat is szolgálni? Hát ennek a körzetnek valóban az a középpontja. És hát évek óta probléma ott, hogy hát anyagi problémák vannak elsősorban, mert a szándék az megvan, hogy valóban egy közösségi központot tudjunk ott kialakítani. Ugye ott a Millenniumi Emlékmű, 22-ben lesz annak is egy jubileumi évfordulója, a város alapításnak egy jubileumi évfordulója, és lesz a Bulla Emlék év is, ugye kint a Nagyszombati út melletti Csúcsoshegyen, és szeretnénk, hogyha az Árpádház programba be tudnánk majd kapcsolódni és kapcsolni, mert mind a két helyen, de elsősorban most itt a Millenniumi Emlékmű környékén a tervek készülnek, hogy tehát egy felújítási terv, de a csapadékvíz elvezetés, úthelyreállítás, lépcsőfelújítás, akik arra járnak, tudják, tehát sok mindent, sok pénz kell majd hozzá, és ezeknek a tervei készülnek, és hát szeretnénk minél előbb valóban ott is egy önálló ilyen kulturális központot kialakítani. Folynak tárgyalások ott esetleges ingatlan megszerzésére, vagy bérlésére, hogy ne, mert elég messze vagyunk az öreghegyi közösségi háztól. Tehát minden köszönet a Kis Dorottyáéknak és a Mifháznak, de elég nagy a területe Öreghegynek, és tulajdonképpen ilyen decentrumokat kellene, vagy próbálunk kialakítani. Egyrészt a Késmárkőti városrészi központtal is, ezzel a Millenniumi Emlékmű környékével is, majd szeretnénk ugye a Krasznaiut környékén is egy ilyen, ahol most már ugye a tündérkert működik, hála Isten, hogy elkezdődött. Valami ott is a iskolák, óvoda bevonásával, úgyhogy szándékok vannak,
akarat is van, úgyhogy most már tettek mezeire, próbálunk lépni. 2022-t, bízunk benne, hogy mindenképpen az aranybulla évfordulón, a 8. évfordulón ez megvalósul. Nos, akkor induljunk el, elindultunk kifelé mondom én, kisfaludiak ezt nem így gondolják, kisfalud számukra a falu közepe, illetve a mindenképpen a legfontosabb terület. Én azt vettem észre, hogy épül-szépül, új lakóövezetek születnek, és itt is azért problémát okoz nyilvánvaló, hogy az utak állapota, miként lehet az utakat, az útfejlesztést megoldani Kisfaludon. A Kisfaludon nem is annyira az utak állapotával van gond, az ott most már 90%-ban rendben lennénk. Ott a csapadékvíz elvezetés, ott az árokrendszerek ki vannak alakítva, most fönt a övárok befejezése van, a gyűjtőárok, és az új utcanyitással, ugye ott egy a szélső utca, amit Nagy Lajos királyútnak hívnak közvetlenül, ugye a Csúcsos hegy alatt, ott hála Isten beépült az egész utcát, minden telek elkelt, és az aranybulla tulajdonosai szeretnének még egy kvázi fél utcát nyitani, és akkor végképp be tudjuk fejezni ott a lakóövezet kialakítását, és ugye ezt már úgy próbáljuk, hogy a majdani 22-es emlékévre készülő tervekhez, Csúcsoshegyen nagyon sok mindent szeretnénk, hogy ahhoz szépen illeszkedjen ez a terület. Ami probléma, ott a bicikliúttal, kerékpárúttal van nagyon nagy probléma, balesetveszélyes, és van ott egy szervizút mellette, azt még, hát az köves út pillanatnyilag, ugye azt kell majd helyreállítani, és a megoldás az meg lesz, mert hála Isten a kormány jóvá hagyta azt a Budapest-Balaton kerékpárút módosított új nyomvonalát és tervét, amelyik a jelenlegi bicikliutat közvetlen onnan a Fehérvári úton az épületek elő átviszi az út, a Pákozdi út másik oldalára. Tehát ott fog, most ugye, hogy a Császárvíztől fölfele jön a kerékpárút, akkor ahol a Bicskei vasútvonalat eléri, ugye akkor átjön a másik oldalra a falu felé, nem, az megy egyenesen tovább, és tulajdonképpen a most majd kivitelezésre kerülő multifunkcionális csarnok útépítési terveibe, ott a csatlakozó úton, ahol a Nagyszombati és a hetes út csomópontja van, oda fog bekötni ez a kerékpárúti is, és valószínűleg még abban bízunk, hogy a Pákozdi útnak a csatlakozását egy körforgalom formájában nem a Nagyszombati útnál, hanem lenne, ahol közvetlen, tehát lejjebb egy 100 méterre, ahol Pákozd fel elkanyarodik az út, ott ki lehet alakítani egy időben azzal, amikor épül az új multifunkcionális csarnok. Igen, ez lett volna a következő mindenképpen, hogy azt hiszem Székesfehérvár nagyon hiányzott egy ilyen multifunkcionális csarnok, és most megszületett a döntés, várjuk már. Mennyiben változtathatja meg a struktúrát? Hiszen azt tudjuk, hogy a kosárlabda csapat, a jégkorong csapat is majd ott talál otthonra. Várható-e a további fejlesztés a csarnok oldalán? Hiszen azt tudjuk, hogy ott elsősorban a üzemcsarnokok épülnek. Hát igen, hát először is ugye ott egy 4000 férőhelyes parkoló kiépítése is megtörténik, tehát egy óriási területet foglal le. Ugye közvetlen, kvázi közvetlen csatlakozás lesz a stráda fele, és ezzel együtt, tehát itt van az előnye. Én tudom, hogy sokak, ha meghallják a csarnoképítés szót, akkor azért összevonják a szemöldöküket, de itt Székesfehérváron
ennek a csarnoknak is megvan ez az előnye, hogy kapcsolódó létesítmények kialakítása is bekövetkezik, mint ahogy a Vidi csarnok stadionnál a sóstó. Ugye hát 3,5 milliárd forintból egy beruházásban meg tudtuk oldani ott a sóstónak a rehabilitációját. És itt is az várható, hogy hát itt elsősorban útcsatlakozási lehetőségeket lehet majd bekapcsolni ehhez a kormány által támogatott multifunkcionális csarnok építéshez. És ugye az előnye az, hogy ahogy elhangzott, több sportág fog majd ott fogja használni, és a felszabaduló csarnokokat pedig tudják, be tudjuk vonni a utánpótlás nevelésbe, ami szintén nagyon fontos dolog, és nem kevésbé ugye a közönségi sportra is. Érdeklődéssel várjuk, Székesfehérvár sportváros tudjuk, tehát szükség van az utánpótlásra is, és szükség van egy olyan multicsarnokra, konferencia központnak és sporteseményeknek is, rangos sporteseményeknek otthont ad, hiszen lám-lám megéri, itt csak mellékszánt kell jegyzem meg, hogy már is itt van nekünk az U21-es EB. Ami egy ilyen stadion nélkül nem jöhetett volna Székesfehérvárra nyilván. Nos, képviselő úr, köszönöm szépen. Egy jövőképet vázoljon fel azoknak, egy biztatást, hogy 2019-ben mi vár a két település részpolgára. Először is szeretném megköszönni elsősorban a 13-es körzet lakóinak az eddigi türelmét. Tehát tudjuk, mindannyian tudjuk, én is, polgármester úr is, hogy ez a körzet az utóbbi években egy kicsit háttérbe szorult. Már céloztam rá, hogy miért. Kint vagyunk a város szélén, az összes olyan közmű befogadó rész, ami a szennyvíz volt, és a csapadékvíz elvezetés is, ugye a csapadékvíznek a zöme, az az aszalvőgyárokba menne. Azok elkészültek, ezek a befogadók, és most az utakat is hozzájuk tudjuk csatlakoztatni. Ehhez fűződik a kérdésre az a válaszom, hogy 19-ben mi várható? Hát az, hogy végre elkezdjük érdemben a régóta megígért Poprádi, Homonnai utak felújítását. Ez várható. El tudjuk kezdeni a Krasznai utat. Krasznai utat azért kicsit csúszik, mert annak a befogadóját a Budai úton fel kell bővíteni, ki kell alakítani, de ezt meg fogjuk csinálni. Tehát a Krasznai úti beruházást is elkezdjük. És mondom, január közepén a lakossági fórumon egy olyan ütemtervet tudunk mondani, hogy mondjuk 23-24-ig, amibe le tudjuk fektetni, hogy mikor kerül sorra a beregszászi, nyitrai, lublói, szepesi utak, ugye a érsekújvári, amik ezen a fiskális úthoz közel még nincsenek meg, és a többi rész is ugye a Poprádi, Homonnai után következhetnek, a Udvardi út, és van még, nem sorolom, mert azért van még jó pár utca. Tehát egy a lényeg, hogy egy olyan ütemterv készül mondjuk mostantól kezdve egy 5 éves időszakra, ami tartalmazza ezeknek az utaknak a pontos dátumát arra, hogy mikor kezdődik. A türelmet csak azoktól is kérem, hogy lehet, hogy valakire csak 22-23-ba kerül sor, az ne irigykedjen idézőjelbe azokra, akikre esetleg jövőre, vagy amely utcákra jövőre sor kerül. Egy biztos, hogy mindenkire sor fog most már kerülni, azzal, hogy nem csak az utakat, hanem ezeket a városrészi központot szeretnénk, akkor ott a Tündérkert környékét a Krasznai úton rendbe tenni, ott is egy ilyen
tájház, faluház jelleggel egy termelői piac félét is ott létrehozni. Kisfaludon, Csúcsoshegyen, ugye 22 itt lesz hamarosan. Tehát ezeket az utakat is, ott a Prónai, Oszlányi, ami a Nagyszombatira köt ki, a Nagyszombati út is jövőre elindul, az a része. A Zsolnai úti felújítások, a fiskális, vagy a Nyitrai út felújítása várhatóan jövőre, vagy a következő évben megkezdődik, tekintettel arra, hogy ott azért lakossági létszámbővülés lesz a Püspökkertvárosban, tehát forgalom növekedés miatt is nagyon oda kell figyelnünk, és valóban ezeket az ígéreteket most már be kell tartanunk. Köszönöm szépen, ehhez kívánok önnek erőt, egészséget és boldog új esztendőt. Köszönöm viszont. Ja. Kedves nézőink, az ünnepi beszélgetéseink sorában Horváth Miklós, Csaba volt a vendégünk, Öreghegy és Kisfalud képviselője. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, minden jót kívánok mindnyájuknak, viszontlátásra!